Köszönöm, hogy megtiszteltek itt a figyelmetekkel ezen a szép csütörtöki délutánon. És a téma, amit hoztam, az a reaktív programozás Androidon, illetve egy picit úgy általánosságban is, ami számomra egy nagyon kedves téma, nekem az egyik vesszőparipám a cégben, a Skyscannerben. Én voltam az egyik szószólója annak, hogy vezessük be ezt a mintát akkor, amikor újraírtuk, úgy ground up, úgy nagyjából másfél évvel ezelőtt a Skyscannernek az Android alkalmazását. És most ebben a elkövetkező 25 percben kicsit arról mesélek nektek, hogy miért tartom ezt ennyire jó mintának, és hogy ezt hogyan használjuk most az alkalmazáson belül. A helyzet az, hogy ez egy szép nagy téma, ezért amiről szót szeretnék ejteni, az inkább az, hogy milyen tapasztalatunk van ezzel a technológiával, hogy milyen előnyöket láttunk, milyen hátrányokat láttunk, mikor szaladtunk fejjel a falnak, és ezen belül is elsősorban az RxJava implementációját szeretném így megvizsgálni, hiszen maga a reaktív programozás az igazából egy paradigma, egy elgondolás, egy teljesen absztrakt dolog, és ennek bizonyos implementációi vannak különböző platformokon, nyelveken. Java világban ez az RxJava alapvetően most jelenleg, bár most már vannak a horizonton kihívók, egyelőre még mindig azt gondolom, hogy a RxJava az, amit igazán production kódban alkalmazni lehet. Amiről viszont nem lesz szó az időrövidsége miatt, az az, hogy nulláról elkezdjük felépíteni a reaktív tudást. Azonban ennek ellenére egy darab diát szeretnék azoknak is szentelni, akik esetleg nincsenek képbe azzal, hogy ez egészen pontosan mi is. Hogy bevalljam őszintén, egy olyan 2-3 évvel ezelőtt én is erősen vakartam a fejem, hogy rájöjjek, hogy igazából mi ez a nagy hype a reaktív patternek körül. Ha az ember a megfelelő fejlesztői fórumokon mozog, akkor láthatja, hogy mostanság a csapból is az folyik, legalábbis Android fejlesztőkörökben feltétlenül. Nehezen fordul meg a neten úgy az ember, hogy ne ütközzön bele egy-két RX-es cikkbe itt ott. Ezért szeretném kicsit egy ilyen nagyon messziről megközelíteni, hogy egy dia erejéig tényleg, hogy mégis mi az a reaktív pattern, hogy egy picit legyen mindenkinek fogalma róla, illetve egy egyszerű példán keresztül ezt meg is nézzük. Alapvetően, amikor reaktív módon programozunk, reaktív streamekkel programozunk, akkor gyakorlatilag kiterjesztjük a stream fogalmát, olyan problémákra is alkalmazzuk a stream alapú problémamegoldást, amikre az ember korábban nem is gondolta volna, hogy esetleg ez jól tudott jönni. És az igazán nagy poén a reaktív streamekben az a képességük, hogy különböző hasznos operátorokon keresztül ezeket a streameket össze tudjuk kombinálni. Hogyha valaki jártas a funkcionális programozásban, akkor a higher order functionok azok eléggé analógok lehetnek ezzel a fogalomkörrel. Majd ezt meglátjuk talán konkrét példákon keresztül, hogy miről is beszélek, mert eddig még elég absztraktul közelítettük meg a dolgot. És mint mondtam, ennek egy igen erős implementáció az RxJava, és ha már szó volt itt a magyar sikerekről, akkor azt is el kell mondjam, hogy az RxJavának az egyik fő maintainere és oszlopos tagja is Karnok Dávid, aki egy magyar illetőségű kolléga, aki jelenleg is kb. A pull requestek jó harmadát, felét kezeli, illetve az issue trackert is nagyon aktívan kezeli. Szóval ez az egész könyvtár, ez egy erősen magyar illetőségű könyvtár, bár azt hozzá kell tenni, hogy most jelenleg a Netflixnek a tulajdonát képez, illetve ő a repónak az ownere. Amennyiben pedig megtetszik nektek ez a mindaz, amit láttok, hogy kedvet kaptok hozzá, akkor tudom javasolni ezt a linket, amit majd a bizonyára közzétett prezentáción meg tudtok nézni. Itt megpróbáltam nektek összegyűjteni egy kicsi doksiban néhány linket, ami tartalmaz olyan posztokat, podcasteket, illetve artikeleket, amik számunkra nagyon hasznosak voltak, hogy bevigyük a RxJava tudást a cégbe. Hiszen egy nagy fejlesztőgárdával rendelkező cégnél nem lehet csak úgy behozni egy komplex könyvtárt, az is fontos, hogy terjesszük a tudást, hogy hogyan kell azt használni. És a reaktív programozási minták azért alapvetően nem egy annyira könnyű témakör, azt meg kell mondjam. Nézzük meg gyorsan ezt a példát, hogy mindenki egy kicsit megmártozzon itt a reaktív probléma megoldás körében. Itt tulajdonképpen, amit itt láttok, most különösebben belemenve abba, hogy mi történik az egyes sorokban, hogy miért történik úgy, ahogy történik, csak megnézve, hogy melyik sor mit csinál, nézzük meg, hogy mégis milyen az, amikor az ember reaktívan programoz RxJavával. Itt hozzá kell tennem, hogy ha távolról megnézzük ezt a kódot, remélem, hogy szerintem látni,
akkor gyakorlatilag egészen az utolsó soráig ennek a kódnak semmi más nem csinálunk, csak összeépítünk egyfajta builder patternnel egy reaktív streamet. Semmiféle számítás nem történik még az alatt. Ugyanis ez egy cold observable-t fog nekünk készíteni. Azt meg kell említenem, hogy az observable az analóg a reaktív streammel. Tehát ez egy streamet fog nekünk készíteni. És egészen addig ez az égvilágon semmit nem fog csinálni, amíg mi nem kérjük meg, hogy csináljon valamit egy feliratkozási parancssal. Tehát az utolsó sorban a subscribe parancs fogja igazából triggerelni azt a sok mindent, amit összeépítettünk a többi sorban. Tehát, hogy megnézzük ezt a példát gyorsan, alapvetően itt hívunk egy range operátort, és itt már elkezdünk beszélgetni az operátorokról, amiken keresztül különböző streameket tudunk összekombinálni mindenféle hasznos módon. Tehát kérünk egy range operátort, amivel végig sétálunk nullától integer maxig a számokon, ami egy jó masszív array, de nem várjuk meg, hogy ez megtörténjen, mert minket csak az első 6 érték érdekel, és onnantól kezdve a többit azt kidobjuk. Majd pedig egy filter operációval lefilterezzük a páros számokat, egy map operációval az integer típusból átkonvertáljuk string típusúvá ezeket a számokat, illetve hozzábígyeztünk egy space-t, majd pedig egy reduce-szal összeriduce-oljuk ezeket az értékeket, egy darab stringé építjük a felsorolt számokat, majd pedig megmondjuk a streamnek, hogy igazából mindaz a számítás, amit definiáltunk, az ne azon a szálon induljon el, ami most mi építjük ezt a streamet, hanem egy új szálon induljon el. Viszont az ebből kieső értéket mi egy IO szálon szeretném megkapni, ami igazából csak egy nevesített szál, ami IO műveletek feldolgozására való. Android környezetben jó példa lehet az, hogy nem egy IO szálra posztoljuk vissza az eredményt, hanem mondjuk a fő szálra, hogy azon nyomban a UI-t is lehessen onnan módosítani. Majd pedig az egészet triggereljük egy subscribe-val. Ez most csak egy kis bevezető volt, hogy így néz ki egy ilyen egyszerű kis reaktív kód. Elég nagy a kifejező erejük, különböző operátorokkal nagyon hasznos módon össze tudjuk kombinálni a streamjeinket. De talán jobban érthető lesz az, hogyha konkrét példákon nézzük meg egy konkrét production alkalmazásban, hogy mégis mire használjuk ezt, és hogy miért tud ez jó lenni. Az élő példa az nem meglepő módon a Skyscanner Android alkalmazása lesz, egészen pontosan a Flights alkalmazás. Nem is olyan régen még külön alkalmazások voltak különböző vertikálokra, így nevezzük a Flightot, a hotelkeresést és az autóbérlést. Ezt most egyesítettük már egy alkalmazásba, ez a Skyscanner Android alkalmazás. És hogy némi súlyt adjak annak, hogy milyen érveket hozok fel, jelenleg most ott tartunk a Skyscanner Android alkalmazásról, hogy több mint 22 millió letöltésünk van. Egy ilyen nettó 200 000 soros production kódról beszélünk. Hát ez relatíve kicsi nagy, azért egy elég masszív kódmennyiség. Annyit tudni kell róla, hogy elég nagy frekvenciás, tehát nagyjából az alkalmazás az így évente kicserélődik teljesen, különböző feature fejlesztések miatt, különböző design fejlesztések miatt. Összesen nagyjából 30 fejlesztő dolgozik rajta egy repón, ezek már különböző office-okból is dolgoznak, tehát már nem igaz az, hogy csak a magyar csapat dolgozik a appfejlesztésen, már különböző Tokióból, Miamiból, Edinburghból is dolgoznak be ebbe a repóba. Ezért fontos az, hogy olyan mintákat használjunk, amiket gyorsan fel lehet venni, és gyorsan tudjon csatlakozni egy új fejlesztő a csapathoz. Kéthetes release trainjeink vannak, ez azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen két hetente tényleg megy ki az új release az alkalmazásból, ami a mobil alkalmazásnál viszonylag sűrűnek számít, illetve ehhez megfelelő continuous integration környezetünk van, amihez egy saját in-house rendszert használunk, mint Condornak nevezünk, folyamatos AB tesztelésünk van, amit szintén egy in-house rendszerrel kezelünk, ezt Dr. Jackie-nek nevezzük, ami abból a szempontból lényeges, hogy az ehhez hasonló komplexebb implementációkat anélkül tudjuk tesztelni és rolloutolni, hogy azt hozzákötnénk a konkrét release-ekhez. Tehát kiment a release, de lehet, hogy még nincsen bekapcsolva valamilyen kísérleti feature, amiben még nem vagyunk biztos. És emiatt jól tudunk kísérletezni különböző kockázatosabb megoldásokkal is, mint például egy komplexebb RX chain, hogyha ez részét képezi. És nagyjából már több mint egy éve használunk reaktív mintákat ebben a kódbázisban. Hát szeretnék mutatni néhány példát, hogy hogyan történik ez meg. Hoztam egy klasszikus példát, rögtön az első, az autosuggest problémakörét oldja meg.
Itt rögtön láttok is egy screenshotot, hogy ez hogyan néz ki most az alkalmazásban, ha most letöltetik a Google Play-ből, akkor ugyanezt fogjátok látni. Itt kicsit kipreparáltam, kiszedtem, hogy milyen reaktív streamet használunk ahhoz, hogy megoldjuk az AutoSuggest problémáját. Itt gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy itt a kód tetején van egy AutoSuggest input streamünk, ezen a streamen esnek be a usertől érkező inputok, stringek, éppen a keresett query string, és különböző operátorokat használunk mindenféle business requirement-ek a kielégítésére, amihez valószínűleg elég sok boilerplate kódot kellett volna írni, viszont itt megvoltunk ugye nettó 8-9 sorból. Nézzük meg, hogy mit csinálunk ezzel. Ha felülről lefele megyünk, akkor ahogy jönnek be ezek az inputok, akkor először is, hogy picit hatékonyabbá optimalizáljuk a hálózati forgalmat, hívunk egy throttle last operátort, ami igazából beidőablakozza az inputokat. Tehát ha a user gyorsan pötyög a billentyűzeten, akkor lehetőleg szeretnénk csökkenteni a feleslegesen kimenő network requesteknek a számát. Itt most konkrétan 250 millisekundumos időablakot használunk, hogy azért kicsit szabályozzuk vissza a belső inputoknak a számát. Ezután hívunk rajta egy distinct until changed operátort, ez pedig azt fogja nekünk eredményezni, hogy csak akkor fogja ellőni ez a stream, akkor fogja tovább engedni downstream, tehát lefele tovább az eventet az operátor, hogyha az adott esemény az már nem egyenlő az előző eseménnyel. Tehát elképzelhető, hogyha a user elég gyorsan pötyög, és mondjuk Budapestre keres, beírta, hogy Bud, és 250 millisekundumos időablakon belül még beírta, hogy Buda, aztán visszatörölte, hogy Bud. És akkor lett két eseményünk ebből nettó, Bud, Bud. És akkor nem szeretném még egyszer ugyanarra keresni, ezért egy distinct until changed-del leszűrjük ezeket a nem megváltozott query-ket. Aztán használunk egy switch map operátort, ami, ha az ember nem használt még reaktív chain-eket, egy kicsit megcsavarja az ember fejét. Kb. Itt érti meg az ember a különböző flat map, switch map és concat map operátorokon keresztül érti meg az ember, hogy mégis miről szól a reaktív programozás. Így gyakorlatilag arról van szó, hogy ebben a streamben, amit éppen összerakunk, készítünk apróbb belső streameket. És ezek az XMAP operátorok, itt például a SwitchMAP operátorok, arra valók, hogy ez ebből a belső streamekből kieső eseményeket visszameppeljék a fő streambe. Ez azért érdekes, mert hogyha olyan manager osztályokat készít az ember, például AutoSuggest Managert, ami reaktív, tehát observable-t ad vissza, vagyis egy reaktív streamet ad vissza, akkor nagyon könnyen bele tudjuk fűzni más reaktív streamekbe, lásd ezt a példakódot, ezt a menedzsert. Gyakorlatilag itt ez egy alapvetően egy map operációról van szó, egy string inputot mappelünk egy autosuggest resultá, egy listává. Teszem azt egy stringek listájával, hogy egyszerűen gondolkodjunk rá. Csak ezt úgy tesszük meg, hogy egy belső streamet készítünk hozzá. Majd, hogyha ez mind megvan, akkor jelezzük a rendszernek, hogy ezt nem a főszálon szeretnénk megcsinálni, hiszen hálózati műveletről van szó. Ezért kitesszük ezt a számítást a Subscribe-on operátoron keresztül egy háttérszára, egy dedikált IO-nak kinevezett háttérszára, majd megmondjuk, egy Android Schedulers nevű osztályon keresztül hozzáférünk a main threadnek a scheduleréhez. Ez egy Android specifikus kiegészítése az Eric Java-nak, ezen keresztül könnyen tudunk olyan schedulert használni, ami a főszára posztolja vissza különböző streameknek az eredményeit. Schedulereknek nevezzük azokat az osztályokat, amik különböző módokon schedule, tehát végrehajtják a munkát. Lehet, hogy vannak olyan schedulerek, amik másik szálon csinálják, mindig egy újat csinálnak, vannak olyanok, amik egy konkrét threadpool-t használnak, vannak olyanok, amik egy konkrét eseménykezelő loopert használnak, és a többi, és a többi. Sőt, olyanok is vannak, amik semmilyen szálasítást nem használnak, az immediate scheduler például, hanem azonnal végrehajtják a munkát, amit például unit tesztelésnél kiválóan lehet használni. És ha ez mind megvan, akkor egyszerűen feliratkozunk az eseményekre, és innentől kezdve összeraktuk a streamet, fel is iratkoztunk rá, ahogy a userünk pötyögi be a queryt, jönnek szépen a rizátok. Még egy dologra kitérnék, ami miatt ott van az a úgynevezett marble diagram, amit hogyha az ember reaktívan Eric Java-val foglalkozik, akkor igen hamar ilyen diagramokat fog böngészni. Ezek a diagramok nagyon grafikusan és szerintem jól érthetően, bár először talán kicsit keszekuszának tűnnek, de jól érthetően mondják elő, mit csinál egy operátor. Ez a diagram a switch map operátort magyarázza el.
Itt most gyorsan elmagyarázom, hogy ez hogyan néz ki. Van egerem is, kiváló. Alapvetően balról jobbra folyik az idő. Egy ilyen vonal az egy darab reaktív stream. Itt azt jelezi, azt mutatjuk, hogy a felső streamből beérkező input események, tehát ezek a bogyók, ezeket nyugodtan elképzelhetjük user query-nek. Tehát ez a piros mondjuk bud, a zöld buda, a kék meg buda a pe. Ami történik, az az, hogy az operátor, mint itt látható, belső streameket készít. Ezek a belső streamek fognak reprezentálni egy-egy requestet az autosuggest service-ünk felé. És igazából az ebből a belső streamekből kieső eseményeket pedig visszameppeljük, mint ahogy mondtam, a fő streambe. És ami az igazán a poén a switch mapbe, hogy mindezt mindig csak, ezt a visszameppelést, ezt mindig csak a legutolsó eseményhez tartozó belső streamre csinálja meg. Tehát itt látható, ha megnézzük itt a zöld bogyót, hiába jött még a belső streamen egy ilyen négyzet, meg egy két esemény, inkább úgy mondom, aztán nem mondom ilyen forma. A második esemény az vissza sem eppelődött a fő streambe, hiszen már jött egy kék bogyó, és már minket az érdekel. Hiszen ez a requirement, amikor az ember egy autosuggestet épít, hogy mindig csak a legutolsó begépelt queryhez érvényes rizáltot szeretnénk látni. Ez például, ahogy megoldjuk hozzávetőlegesen az autosuggestet egy kipreparált példán keresztül. Igazából csak a sallankódot vágtam ki, a lényegi rész az, azt ott látjátok. És még visszatérve egy mondatot ehhez, hogy amit igazából ebből el kell vinni, hogyha az ember nem is érti annyira az operátorokat, az az, hogy ahhoz, hogy ezt a fajta funkcionalitást megoldjuk reaktív streamek nélkül, azért elég masszív boilerplate kódot kell írni. És ezek a fajta primitív operátorok, ezek újrahasznosíthatók más környezetben, mint ahogy majd látjuk is más példáknál. A következő példa, amit hoztam, az a korábbi keresésetnek a use case-e, problémaköre. Az alkalmazásban elmentjük, hogy a userünk mire keresett, milyen korábbi kereséseket csinált. Ezeket a korábbi kereséseket városok szerint csoportosítjuk, és az egyes keresésekhez lehet úgynevezett price alerteket rendelni, vagy ár értesítéseket rendelni, amivel annyit ér el a user, hogy naponta kap egy értesítés, hogy erre a keresésre a legolcsóbb ár az most éppen feljebb ment, vagy lejjebb ment, és hogy mennyivel. Ha itt megnézzük, az elég pici, valószínű nem látjátok, de ez a kis zöld nyilacska lefele, egy 27 dolláros árral, ez azt jelenti, hogy Londonból New Yorkba október 17-26-án lévő keresésre tegnaphoz képest 27 dollárral olcsóbb lett a legjobb jegy. Ez egy árértesítés, és ezen a felületen ki be lehet kapcsolni ezeket. Viszont ehhez a felülethez, ez a UI-hoz össze kell bányászni az adatokat különböző adatforrásból. Ez egy elég gyakori követelmény Android alkalmazásoknál, hogy különböző helyekről kell összelegózni az adatot, mert éppen olyan a design, és az a jó UX. Ezeket össze kell bányászni. Ez egy elég masszív komplexitást szokott adni ehhez tartozó kódokhoz, hiszen meg kell várni, amíg minden megjön, össze kell őket gyurmázni. Azért ezzel kell szenvedni. Ha az ember reaktívan oldja ezt meg, akkor nagy segítségre jön a zip operátor, aki ezek olyan operátorok, hogyha valaki jártas a funkcionális programozásba, akkor ezek vissza-vissza köszönnek. Olyan szavakat használunk, amik ugyanúgy megvannak funkcionális programozásba. A zip az gyakorlatilag x darab streamnek az eredményét várja be, és egy megfelelő lambda segítségével összegyúrja valamivé. Itt konkrétan három darab adatforrásunk van. Ezt kiolóztam az alkalmazásból, csak picit átneveztem a változókat, hogy jobban lehessen érteni. Van egy recent search store-unk, van egy price alert store-unk, és van egy search configuration store-unk, ami a legutolsó aktív search keresési konfigurációt tartalmazza. És ezt a három streamet várjuk be, ebből kieső eseményeket. Ha mind a három megvan, akkor ezzel a lambdával, aminek a velejét azt elhagytam, mert a stream szempontjából lényegtelen, de gyakorlatilag ez a lambda az, ami agregált recent search modelleket készít ebből a három adatforrásból. És ha mindez megvan, akkor még egy flatmapet hívunk ezekre a modellosztályokra, mégpedig azért, hogy a városok szerint összebecselt keresésekhez megkeresse a városhoz tartozó képnek az URL-jét, hogy ezt a kis headert is ki tudjuk renderelni. Ehhez van egy image store
store-unk, menedzserünk, ami szintén reaktív, ezért könnyen bele tudjuk fűzni ebbe a chainbe. Gyakorlatilag készítünk egy ilyen belső streamet, ahol megint csak a zippet használjuk, összezippeljük az eredeti agregált keresést egy olyan observable-lel, amiből már a képnek az URL-e fog kiesni, és az a lambda, ami összegyúrmázza őket, az gyakorlatilag egy végtelenül egyszerű settert hív, és innentől kezdve downstream, tehát a streamtől innen lefele, hogyha erre feliratkozunk, vagy tovább fűzzük ezt, tovább csűrjük, csavarjuk, filterezünk, akármit csinálunk, az már teljes értékű modelleket fog kapni, ahol egy-egy ilyen modell példány, az teljesen megfelel egy olyan kis kártyának, amit ott fent láttok a UI-on. És itt a Marble diagramon még látjátok a flatmap operátornak a működését. Itt összevetve az előző switchmap-el láthatjátok, hogy teljesen mindegy, hogy jöttek még új események. Amikor készítünk egy belső streamet, akkor annak az abból kieső események, azok mindenképpen rámeppelődnek, visszameppelődnek az eredeti streamre, és itt lehet is látni, hogy összekeveredik sorrendbe a különböző belső streamekből kiesett esemény. Ez sokszor nem probléma, de van, amikor igen. Van, amikor switchmap-et használ az ember, hogyha konkrétan a sorrendiség lenne a probléma, tehát mindenképpen szeretnénk, hogy ez a zöld és ez a kék, ez az eredeti események sorrendjének megfelelően egymás után kerüljön, tehát ezt így meg kellene cserélni, akkor concatmap-et használnánk, ami ezt a sorrendiséget biztosítja. A harmadik példa, és egyben utolsó ilyen konkrét példa, amit hoztam az alkalmazásból, az a user vektor feltöltésének a példája. Igyekeztem ilyen kisebb streameket hozni nektek, amiből több operátort meg tudok mutatni, hogy mégis mire használjuk őket. A harmadik példánk tehát a user vektor feltöltés. Itt alapvetően arról van szó, hogy miközben a userünk használja az alkalmazást, számon tartunk egy vektort róla, amit personalizációhoz használunk fel. Ezt a user vektort különböző dimenziói vannak, függően attól, hogy éppen milyen kereséseket hajtott végre a user, vagy milyen feature érdekelte őt, vagy nem érdekelte őt, ezt valahogyan update-eljük. És van egy streamünk, ami akkor triggerelődik, akkor kapunk rajta eseményt, amikor valamilyen okból kifolyólag update-elődött ez a vektor, az esemény pedig konkrétan a frissített verziója a user vektornak. Valahogyan ezt best effort fel kell küldeni a szerverre. Ha nem sikerül, nem baj, majd legközelebb akkor feltöltjük, mert ez nem egy olyan, nem egy mission critical dolog. Ez néha mobil környezetben ugye gyakran előforduló, hogy egy-egy kérés az nem jön össze, mert éppen liftben van a userünk. Ebben az esetben majd legközelebb újra próbáljuk. És emiatt szeretném a retry operátort bemutatni ezen a példán keresztül. Tehát jönnek az események arról, hogy update előttött a user vektorunk, 3 másodpercenként valamit fogunk is ezzel csinálni a throttle last-on keresztül, ez ismerős lehet az autosuggest példából. A flatmap-en keresztül szólunk a vector store-nak, hogy akkor most fel kéne ezt tölteni. Ez vagy sikerül, vagy nem. A reaktív streameknek van egy nagyon jó tulajdonsága, hogy a hibakezelést is magába foglalja. Tehát, hogyha a streamen valamelyik operátorban valahol dobtunk egy exception-t, akkor ez az exception ez egészen lepropagálódik a subscribe hívásig, tehát csak a stream végén kell nekünk foglalkoznunk azzal, hogy bent a stream mélyén milyen hibák fordultak elő, nem pedig egy callback hellen keresztül minden operátornál meg kell mondanunk, hogy és ha ez az exception, és ha az exception történt, akkor mit fogunk csinálni. Tehát, hogyha dobtunk egy errort itt a flatmapben, mert hibás volt a feltöltés, akkor itt látható a marble diagramon is, ez az X ez a hibát jelképezi, akkor a retry operátor miatt automatikusan újra fel fogunk iratkozni erre a streamre. És legközelebb, ha megint jön egy update esemény, akkor újra próbáljuk a feltöltést. Ezen túl már csak a szokásos subscribe-on operátort látjuk, ami megint csak arra való, hogy a feliratkozás közbeni munkavégzés, azt melyik szálon, milyen szálasítással oldjuk meg. Ezek lettek volna a konkrét példák, amit még szeretnék a másik felében az előadásnak mondani, hogy milyen, hogy így visszanézve, milyen szájízzel használjuk a reaktív mintákat. Azt elmondhatom, hogy ehhez hasonló mintákkal tele van a kódbázis. Tehát rákerestem, hogy hol használunk Observable-ből, és több száz eredményt találtam ebben a 200 000 sorunkban. Azt már nyugodtan elmondhatom, hogy tulajdonképpen minden menedzser osztályunk, vagy minden osztály, ami valamiféle komplexebb számítást végez, az gyakorlatilag már
by default reaktív. Éppen azért, hogy hatékonyan össze tudjuk őket komponálni olyan példakódok, olyan kódokon keresztül, mint amit láthattatok. De mik is az előnyei ennek? Tehát mit látunk mi igazán előnynek ebben? Az egyik előny az az, hogy azt tapasztaltuk, hogy sokkal-sokkal kevesebb boilerplate kódot ír az ember. Én azt mondanám, hogy tehát a reaktív minták, az RxJava se egy silver bullet, az se old neked meg mindent, inkább csak kicseréled vele az alacsonyabb szintű problémáidat magasabb szintű problémákra. Tehát teszem azt, amikor egy throttle last operátort implementál az ember kézzel, akkor valószínű ott inkább azt a business követelményt kéne megoldani, hogy ugyan ne küldjünk már fel olyan gyakran kéréseket a szerverhez, nem pedig azzal szeretnénk feltétlenül foglalkozni, hogy akkor biztosan jól fogom lezárni azt a timert, meg jól fogom nyilván tartani ezeket az időkorlátokat. Tehát nem feltétlenül ezekre a low-level kérdésekkel szeretnék foglalkozni, jobban szeretek magasabb szinten gondolkodni és gyorsabban dolgozni. És ezeket a fajta boilerplate kódokat nagyon hatékonyan tudja csökkenteni a RxJava, hogyha megfelelő helyen alkalmazza az ember. Emellett a kódminőség is ezzel összefüggően úgy tapasztaltuk, hogy igencsak növekedett, hiszen ezek a low-level implementációk tipikusan olyanok, amiket nagyon könnyű elrontani. Egyszerűnek tűnnek, de nagyon könnyen lemaradhatnak dolgok, és gyakran esnek a fejlesztők abba a hibába, főleg 30 fejlesztő esetén, ami megint csak relatíve sok kicsi, azt mindenki döntse el maga, de azért 30 fejlesztő már bőven egymás lábára tud lépni. Gyakran előfordul az, hogy ugyanazokat a low-level, pici implementációs dolgokat duplikálva, vagy akár 3-4-szeresen is itt-ott a kódban leimplementáljuk. Akár egy ilyen throttle last operátort. És csak emiatt is a kódminőség javulását tapasztaltuk meg. Persze ez az kell, hogy a fejlesztők képesek legyenek használni. Emellett az RxJava közösség is egy igen aktív közösség szerencsére, tehát bármilyen problémája van a fejlesztőnek, valószínű fog rá hamar választ kapni az RxJava issue trackeren keresztül, esetleg Stack Overflow, ami egy előny. Emellett azt is tapasztaltuk, hogy egy közös de facto mintát hoz be a kódbázisba. Kapunk egy közös mintát a folyamatok komponálásához, leállításához, a hibák kezeléséhez és a többszálúság kezeléséhez, és átszövik ezek a minták a kódbázist. És beszélnék meg arról, hogy mi az, amit nem tartottunk annyira jónak. Az egyik ilyen pont az a tanulási görbe, az elég meredek, azt el kell mondjam. A hosszú távon nagyon megéri, viszont rövid távon azért igencsak meg kell fontolni azt, hogy elég érett a csapat, illetve megérje bevezetni egy ilyen komplex könyvtárt annak érdekében, hogy hosszú távon le tudjuk aratni ennek a gyümölcsét. Emellett a debugolás is némileg nehezebb lesz, hiszen gyakran kell callback-ekben, lambdákban turkálni azért, hogy az ember megtaláljon valamilyen hibát. Emellett pedig az úgynevezett cargo cult coding is hatványozottan veszélyes. Én azt hívom cargo cult codingnak, hogy szerintem egy elég elterjedt fogalom, de alapvetően itt arról van szó, amikor az ember pontosan nem érti, hogy miért működik úgy ez a stream, ahogy működik, csak historikusan eddig valamit így használtam, ezért most is megpróbálom úgy használni, de valahogy mégsem jön ki az eredmény, és csak addig ütöm a vasat, amíg nagyjából olyan eredmény nem kapunk, amit szeretnénk, de igazából nem nézünk a mélyre a dolognak. És az RxJavában, amikor egy komplexebb streamet összerak az ember, akkor ez még inkább veszélyes tud lenni.